Ő Henrik a nagybátyám, a volt házmesterünk, tipikus ezer mesterfigura. Értett egy kicsit ehhez, egy kicsit ahhoz, de semmihez sem eléggé. És ha van valami, amit utálok, akkor ez az. Halált neki! Kíváncsi vagy? Megmutathatom. Ilyennek képzelem el a táncot a halállal. Itt nem lehet csak úgy kiszállni. Meg kell várni a következő számot. Nem cserélhetünk. Minden izmot megdolgoztatunk, miközben betáncolunk partnerünkkel az örökké valóságba. Erősen szorítjuk a derekát. Nem engedhetjük el. Ezt már tiltja a táncrendünk. És amikor már a legjobban belelendülnénk, akkor lesz vége. Jó reggelt, Edward vagyok, a házmester. Miután felkelek, első utam a gyógyszeres szekrényhez vezet. Házi drogfüggő vagyok. Minden gyógyszert beveszek minden mennyiségben. Ezt leöblítem egy kis kávéval, majd kimegyek és felseppek a ház előtt. Nem sok vizet zavarok itt a házban, napjaim 90%-át tévénézéssel töltöm. Van egy feleségem, Erzsike, de vele nem sokat érintkezem, ugyanis egész nap a folyosót csubickolja. Nem vagyok ezermester, de ha gond van, hív nyugodtan. Tire a nevem! Erőt, egészséget! 10 évet szolgáltam a seregben, írnokként, de ez maradjon köztünk. Miután fölkelek, megcsinálom az ágyam, ahogy egy jó katonához illik. Ezután kitisztítom a fegyverem, majd megkávézom, és nekilátok a reggeli tornának. Azt mondják, túl hangos vagyok, de szerintem ez egy kicsit túlzás. Itt én vagyok a balhésrác, úgyhogy vigyázz velem! Csumi! Rivers a nevem. Az idő 5:55. Nem az órára kelek, hanem a szomszédomra, de már megszoktam. Ügyvéd vagyok. Tiltakozom, bíró úr! Tiltakozom, bíró úr! Az életemet jól elszúrtam. Rodriguez Demarcellinónak a gengszternek dolgozom. Nehéz szakma az ember élete forog kockán. De ott csalok, ahol csak tudok. Minden reggel megkávézom, aztán rohanok, mert a főnök autót küld értem. Az új ügyvédre van szükséged, csak szólj. Én vagyok a ház igazságosztója. Hello! Clarence vagyok. Mindig ruhában alszom, mert minden este részegen jövök haza, és belülök az ágyba. Egy lepukkant színész vagyok. Egyszer játszottam egy afgán-magyar skifiben, a súlyzók támadásában. A jelenetem a vágatlan verzióban látható. A reggelt mindig egy húzással kezdem. Amit követ még egy, és még egy. Lehúzom a kávémat, és elindulok próbálni. A frissen mosott padlót mindig én járom össze. Ez persze Erzsike, nem nézi ám jó szemmel. Én vagyok a ház piás művésze. Ha ivó cimborára van szükséged, hozzám bármikor betérhetsz. Halihó, Anna vagyok. Régóta lakom ebben a házban, ugyanis az előző férjem volt a házmester, hogy szerencsétlen balesetű. Aztán hozzámentem el a tahóhoz. Házasságunk nem kimondottan harmonikus. Inkább szép. Minden reggel megiszok egy zacskós kávét, aztán elmegyek dolgozni. Időm legnagyobb részét távol töltöm, nem zavarok sok vizet. Tulajdonképpen bájos vagyok, csak ez a tahó nem tudja ezt kihozni belőlem. Ha úgy érzed, neked sikerülne, kérlek, jelentkezz. Hello, Riad vagyok. Felkelek és nem csinálok semmit. Egész nap járkálok a házban, elszívok egy-két cigit. Ebben a házban minden nap ugyanolyan, kivéve a vasárnapot, mert akkor aztán nem történik semmi.
Pályafutásomat egy bankrablással kezdtem, amiért le is gettóztak 5 évre. A műhely munkán ismertem meg a nagy Jürgent. Rám szállt. Nem hagyta magam, de meggyőzött. Járhattam volna rosszabbul is. Amikor kikerültem, elvettem a volt házmester özvegyét. Szeretném végre én betölteni a házmesteri posztot, de ez jobban kéne ármánykodnom. A megfelelő pillanatra várok. Ha valamilyen cselszövésen jár az eszed, fordulj hozzám nyugodtan. Csókolom. Buckingham vagyok. Szeretek aludni és videójátékot. A Mario-t már végigcsináltam most per pillanat a Street Fighter-t mondom. Nincs sok célom az életben. Kb. Mint egy kómában fekvő embernek. Felkés után. Rágyújtok egy spanglira, aztán visszaalszom egy kicsit. Én vagyok a ház dílere. Ha bármilyen ízű, állagú, formájú drogra vágysz, csak nyugodtan csönges fel. 12 per